Az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub két sportolóval vett részt a Ploiesten megrendezett junior Európa bajnokságon. Az ökölvívók azonban ezúttal nem maradtak sikert a viadalon. Ploiesten rendezték meg a junior ökölvívók Európa bajnokságát, amelyen az erdélyi Godakó Ökölvívó Sportklub két sportolója is, Majlát András és Benedek Péter is részt vettek Magyarország színeiben. András 63 kilós súlycsoportjában 23 versenyző volt, míg Péter 52 kilós súlycsoportjában 25. András számára sikertelen volt a viadal, már az első mérkőzését elvesztette és több sérülést is szenvedett. Ezzel szemben Péter az 5. helyezést érte el. Sajnos Andrásnak a sérülése véget ugye nem tudta azt nyújtani, amit elvártunk tőle. Péter viszont végig tudta így a három mérkőzés boxolni, nagyon oda tette magát becsülettel. Úgy, ahogy kell, úgy, hogy ettől egy ilyen 16 éves sportolótól sem a munkába, sem a fegyelembe többet el nem várhatunk. Péterbe is és Andrásba is azért ott a jövő ebben a sportágban. A Godakó boxolói tovább folytatják a megmérettetéseket. Jövő héten Kőszegre utaznak, ahol 20 sportoló vesz részt az Ostrom kupán. Ezt követően pedig Szlovéniába utaznak a serdülők Európa bajnokságára. A rangos eseményen 4 sportolóval vesznek részt.